kinőtte a saját művelődési házát, ezért Sárospatakon rendezte meg a Schwabbát, Herzegkút község önkormányzata, együttműködésben a helyi civil szervezetekkel és a herzegkúti német nemzetiségi önkormányzattal. Számos partnerük a községért tenni akaró szervezet képviselőjét hívták egy kötetlen együttlétre, amelynek egyik egyedisége, hogy a megye valamennyi német nemzetiségi önkormányzata képviseltette magát. Azért fontos, hogy elfogadták a meghívásunkat a Borsod-Zemplén megyei német nemzetiségi önkormányzatok elnökei, hiszen ez alkalommal tudunk még többet egymással beszélgetni, illetve a német nemzetiséghez tartozók ügyeiről, illetve mivel itt vannak a civil szervezeteink is Herzegkútról, ötleteket kapnak, és amit tovább tudják adni majd a saját falvaikban, illetve városaikban. Illetve az összetartozás a megyei kisebbségek, nemzetiségek ügyében. Tehát ezért fontos az, hogy most itt vagyunk. 2014 a választások éve. A nemzetiségi választásban is módosítások vannak. Melyek a legfontosabbak? Hát nagy örömünkre szolgál, hogy a német nemzetiségi önkormányzatok is választhatnak maguk közül képviselőt majd, aki bejuthat a parlamentbe. Ugye ennek több feltétele is van, hiszen először is német nemzetiségi listára, illetve fel kell vétetni magukat német nemzetiségi listára az egyéneknek, és ezután majd a parlamenti választások alkalmával a német nemzetiségi az országos német nemzetiségi önkormányzat által összeállított listára adhatják le voksukat. De tudniuk kell, hogy ennek a listának a választási lehetőségét meg kell adni mindenkinek, illetve a nemzetiségieknek, és ugyanakkor önkormányzati képviselőkre is tudnak ezáltal voksolni majd. Tehát a lényege az lenne, így összefoglalnám, hogy a legelső, hogy április 6-áig mindenki, aki a német nemzetiséghez tartozónak vallja magát, vagy kötődést érez német nemzetiséghez, az a választói névjegyzékbe vétesse fel magát, és ezután tud majd voksolni a magyarországi német nemzetiségi önkormányzat listájára. Számíthatnak arra, hogy ezáltal mondjuk erőteljesebb lesz a nemzetiségi érdek képviselet? Országos vagy megyei szinten is? Én úgy gondolom, hogy ez szinte 2 évtizeddel ezelőtt próbálkozott már, ugye a nemzetiségi országos önkormányzat az elérni, hogy parlamenti képviselőjük legyen majd. Eddig nem sikerült, de most lehetőséget adott a kormány, hogy bejuttasson hát listáról egy parlamenti képviselőt, és ezáltal az érdekeinket képviselje majd. A bálon elhangzott, hogy a hegyaljai összefogás, a közös gondolkodás jó példája alakult ki a két település között. Sárospatak a kultúra magyar városa. A sárospataki kultúrának szerves része volt mindig, és lesz is a német nemzetiségi közösség. Sárospatakot Herzegkút településsel régóta szoros kapcsolat fűzi össze. Nagyon sok témában, kulturális témában, sport témában tudunk együttműködni, és ugye a turisztikában, mint a térség egyetlen kitörési lehetőségem is együtt kell működnünk, hiszen a sárospataki termálfürdő mindig számít a herzegkúti pincesor adta lehetőségekkel, és ez fordítva is így vagy. Van. Különösen megtisztelő számunkra, hogy Herzegkút testvérvárosa Rimanov is ellátogatott a mai estén Sárospatakra, hiszen Sárospataknak a lengyelekkel is szoros együttműködése van.
Krosznóval, Jaszlóval, Krinyicával is sorolhatnám azokat a településeket, akikről a sárospataki termálfürdőbe és a sárospataki kulturális rendezvényekre nagyon sokan jönnek el. Én örülök annak, hogy Sárospatakot választották most helyszínéül ennek a bálnak. Remélem, hogy nem első alkalommal, hiszen hagyományteremtő szándékkal kívánták most ezt megrendezni, és én arra buzdítottam polgármester urat, és arra buzdítom az itteni közösséget is, hogy legyenek büszkék arra, hogy egy ilyen közösségnek lehetnek a tagjai, legyenek büszkék arra, hogy Herceg-Kútnak lehetnek a lakosai. A megyei közgyűlés főjegyzője köszöntőjében arról beszélt, hogy sok más település vehetne példát Herceg-Kút eredményeiről. Azért mégiscsak Erdőhorváti révén a Herceg-Kúti közelség az mégiscsak a szülőföldet jelenti az ember számára. Mindazonáltal azt gondolom, hogy megyei hivatalvezetőként is a közgyűlés adminisztrációjáért felelős vezetőként is, a közgyűlés képviseletében is mondhatom, hogy a megyei közgyűlés is igen csodálattal adózik a Herceg-Kúti közösség vívmányainak. Úgy, ahogy amint említettem, a családi közösségek megtartó erejét említhetném itt, a hitben való megmaradásukat, a kétnyelvűséget, egyáltalán a település szeretetét, az egymásra való odafigyelést, tehát a közösségi értékeket, amiket mindenki elé példaként állíthatnánk. Ugyanakkor ugye nekünk most már egy egészen más szemszögből is kell néznünk Herceg-Kútot is, mint települést, hiszen az ő fejlesztési igényeikben abszolút partnerként szeretnénk együttműködni. Ami nagyon fontos azonban, hogy a megyei önkormányzat területfejlesztési szerepvállalásában egy fontos momentum, hogy össze kell hangolnunk a települések érdekeit, a települések elképzeléseit. Tehát azokat a törekvéseket, amelyek település határon belül jelennének meg, mindenképpen láttatnunk kell, és a koordinációs tevékenységünk ebben fog, azt gondolom, hogy elsősorban megnyilvánulni. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lesznek olyan fejlesztések, amelyek csak az adott településen valósulnak meg, de az, ami tulajdonképpen más településen is, vagy pedig településkörösségként kell kezelnünk, azt nyilván a koordinációs tevékenységünk következtében megpróbáljuk kezelni. Ön ugye a köszöntőjében a projektgyűjtést megemlítette. Látják-e azt, hogy akár mondjuk a megyében ugye több sváb település van, ők készülnek-e egyfajta együttműködésre a következő időszakban? Van-e ilyen irányú jelzés tőlük az önkormányzatok? Igen, rendkívül sok projekt javaslat érkezett be, és hát nem csak az önkormányzatottól, hanem a gazdasági szereplőtől, és ez nem véletlenül említettem a egyházakat sem, hiszen a történelmi egyházak is rendkívül aktívak voltak, a civilek is rendkívül aktívak voltak, de nyilván az önkormányzatok, mint a közösségi érdekek képviselői, azok alapvető fontossággal bírnak ebben a történetben. Most még igazából mindenki a saját szerepeinek a megtalálásával foglalkozik, tehát egy egészen más szerepet jelent a megyei önkormányzat számára is az a koordinációs tevékenység, amelynek eredményeként úgy gondolom, hogy hathatósan tudjuk majd a településekkel megértetni, hogy az ő fejlesztésük a prioritások sorában hova tartozik, és akkor miért kell másokkal együttműködve megértenie, hogy az ő fejlesztése az most nem az első a prioritások sorában, vagy pedig valamely sorrendiséget másként gondolunk mi a megyei önkormányzat részéről. Egy jogászként mindenképpen kikívánkozik belőlem, hogy van is egy ilyen törvényi lehetősége a megyei önkormányzatnak, amelyben rendeletben szabályozza a koordinációs jogköreit és azokat a területeket, amelyeken ezt a tevékenységet el kívánja látni. Ez egy kevesek által ismert lehetőségünk, de én azt gondolom, hogy igen hatékony eszköz lesz, hogy az egész megye fejlődését össze tudjuk hangolni. Német és francia testvértelepülési kapcsolatai mellett egyre inkább felértékelődik a lengyel együttműködés szerepe is Herceg-Kút önkormányzata számára. A még fiatal kapcsolat már is gyümölcsöző, mondta Rimanov polgármestere. A Herceg-Kútiak nagyon aktívan részt vesznek a rendezvényeinken. Örömmel vesszük, amikor szeretettel fogadják minden meghívásunkat, és eljönnek hozzánk. A legfontosabb programunk Rimanovban az a Kultúrák Párbeszéde című rendezvény. A nemzetközi eseményen részt vesznek természetesen a lengyelek, a szlovákok, csehek, valamint az ukránok, és most már a magyarok is, amióta 2 éve aláírtuk az együttműködési megállapodásunkat. Hatalmas taps övezte a Herceg-Kúti polgármester bejelentését, miszerint Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő hathatós közreműködésével
Talán a 21. század legfontosabb lépése történhet meg a sváb község életében. Hamarosan önkormányzati kézbe kerül vissza az 1968-69-ben épült szövetkezeti pince, amely a Gombos-hegyi pincesoron található. A Hercegúti Művelődési Házban úgy gondoltuk, mikor elkezdtünk gondolkodni ezen a rendezvényen, hogy nem fogunk elfelni, ezzel döntöttünk úgy, hogy húzunk egy merészet, és behozzuk Sárospatakra az Árpád Ezért gimnáziumba ezt a rendezvényt, amely mondhatnánk, hogy rendhagyó, hiszen a Hercegút civil szervezetei, kulturális civil szervezetei, a vegyes kórus, a Klangzinkapell énekkar, illetve a táncosainkon kívül meghívtuk erre az estére sárospataki barátaink, a sárospataki testvéreinket, hogy együtt, közösen ünnepeljünk egy svábbál keretén belül. Több partner is itt van, egyrészt a német nemzetiségi önkormányzatok részéről, másrészt pedig a partner települések is jelen vannak. Az ő jelenlétük miatt fontos az önkormányzat. Úgy gondolom, hogy egész Hercegok közössége számára fontos is ez, hiszen az egész vált a német nemzetiségi önkormányzattal együtt szervezünk. Így van ez, úgy gondolom, rendjén, így teszünk Hercegúton ebben most már évek óta. Ebből adódóan egyértelmű volt, hogy meghívjuk a megyénkben található német nemzetiségi önkormányzatokat erre az estére. Úgy gondoljuk, hogy ebben is erősítjük a hovatartozásunkat, hiszen soha nem szabad szégyelni a német sváb származásunkat, soha nem szabad feladni gyökereinket, különösen most, amikor a kormányzat is támogatja ugye a választási törvény módosításával azt, hogy vállalni kell bátran nemzeti hovatartozásunkat, és lehetősége van a magát német nemzetiségének valóknak a parlamentbe országgyűlési képviselőt is eljutatni. Azon kívül elhívtuk ide természetesen Sárospatakváros polgármesterét, hiszen mégiscsak ez a város ad helyet ennek a rendezvénynek, de itt van szerencsére köztünk dr. Kovács János, Borsodó-Poznemprém megye közgyűlésének főjegyzője. Meghívtuk a hivatalok vezetőjét, és meghívtuk lengyelországi partner településünk, pontosabban még csak egy kulturális megállapodást írtunk alá, de úgy gondolom jó úton haladunk afelé, hogy egy hivatalos partner kapcsolatot létesítsünk majd a dél-lengyelországi Rimanov város településsel. Meghívtuk ennek a városnak a polgármesterét, akikkel közel 2 éve vettünk fel egy kapcsolatot, és határozottan először ez a kultúrára fog épülni ez a kapcsolat, ebben megegyeztünk polgármester úrral, később fogjuk kinyitni az élet más területére ezt a kapcsolatot. Bye.
igen, nagy taps és öröm fogadta azt a bejelentést, amit tett polgármester úr egy épület átvételével, ami visszakerülhet Hercegúthoz. Miért fontos ez? Ez elsősorban érzelmileg nagyon fontos Hercegút közössége számára. Valóban engem is meglepetésként ért az az örömhír, amelyben dr. Hölcsirhiát, Zemplén országgyűlési képviselője felhatalmazott arra, hogy itt ma a közösség előtt bejelentettem azt, hogy amiért olyan sok-sok hónapja dolgozok, vagy dolgoztunk együtt közösen képviselő úrral. Ami talán mondhatom, hogy az eddigi elért sikereinket határozottan felülmúlja, hogy visszakerüljet Hercegút közössége tulajdonába az a volt szövetkezeti pince, amit 1968-69-ben kezdtek el építeni az elődeink, kézi munkával, sok-sok verejtékes órát eltöltve, és egy a sors fintoraként egy rossz gazdálkodásnak köszönhetően ez kikerült Hercegút közössége tulajdonából. A szövetkezetünk felszámolásra került, majd a csődeljárás során tulajdonos váltott ez a pince, és fennállt a veszély annak, hogy vagy nem fog funkcionálni soha többet pinceként, vagy nem jó gazdája lesz ennek a pincének, és őszinte örömre szolgál az, hogy vissza tudjuk szerezni ezt Hercegút közössége számára. Hangsúlyozom, önkormányzatunk lesz ennek a tulajdonosa, amit komoly kormányzati segítséggel fogunk tudni visszavásárolni, most már mondhatom, hogy nagyon-nagyon rövid időn belül. Mi a cél vele? Határozott céljaink vannak vele, hiszen a jövőt érzelmi alapokra építve nem lehet. Bár vallom azt, hogy nem lehet elmenni mellette, tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Természetesen úgy szeretnénk hasznosítani, hogy Hercegút közössége számára ez nem csak látványában, hanem működésében is hasznos legyen. Legyen most ennyi elég. Higgyel, szerkesztő úr, nem vakon repültünk rá erre a történetre. Ha szabad ilyen csúnya kifejezés használni, komoly céljaink vannak. A polgármester bejelentése tovább növelte az egyébként is jó hangulatot a Schwab-bálon.